Sziasztok, Clash is Jamac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan is farmoljátok Dark Elixir T7-es szinten, és igazán ezzel a stratégiával most megnéztem 12 óra alatt, nem folyamatos támadással, tehát ilyen nagy kihagyásokkal, összesen 20.000 Dark Elixir-t farmoltam, ami egy nap alatt nem rossz. Amennyit jelent, hogy 10 nap alatt 200.000, szóval az igazából bőven elég mindenre. Viszont ha egyszerre akarod a hőseidet húzni, arra már nagyobb kockulásra van szükség. Én most kicsit ellazulgattam, és általában barcsar farmolok, ugyanis még a falak is hátra vannak ezzel a karakteren, nem csak a hősök. Úgyhogy igazából nézzük is meg a stratégiát, nem fogtok szintén meglepődni. G-barcs-al farmolok Dark Elixir-t, és egész jól megy. 16 Giant-et, 8 darab Wallbreaker-t és a többi Barbarie-t használok. Mindegyik barakban 4 Giant, 2 4 Giant, 2 Wallbreaker, az egyikben full Barbar, full IS, 20, és az utolsóban 20 Barbar és a többi IS. Nos, nézzük meg a stratégiát és a támadásokat. Amit tudni kell a támadási stratégiára, hogy én itt nagyon próbáltam spórolni, őszintén szóval nem tudom miért, mert lett volna időm kivárni a spelleket például, de hogy nagy részt a Queen fogja beszedni a tárolót, tehát ha nincs Queened, akkor ezt a stratégiát annyira nem érdemes használni. Ha nincs Barkinged, akkor simán tudod ezt a stratégiát használni. Ha pedig nincs Queened, akkor inkább a sima barcsot ajánlom, és addig fejlesz a falakat is. Például, valamint ugye akkor közben a Darka is koncentrálj, amennyire csak lehet. És igazából a spellek tekintetéből egy jump, és nincs poisonom, szóval egy jump, két rage, egy heal és egy freeze, és két darab poison ugye a CC-ből, valamint normálisan. Na de nézzük is az attackokat, igazából ugye utoljára 6 napja támadtam ezzel a karakterrel. Szóval elsőre szépen kifogtam egy Town Hall 10-et, és nagyon-nagyon fontos megelmítenem azt, hogy ne felejtsétek el a Dark Elixir drilleket. Ugyanis nézzétek meg, hogy mennyi Dark Elixir van benne, valamint a Town Hall-t is érdemes lerombolni, ha tudjátok. Ugyanis nekem volt olyan attack, majd látni fogjátok, hogy nem tudom, 1000 Dark Elixir-rel kevesebbet raboltam, mert elfelejtettem megnézni a Dark Elixir drilleket. Itt leraktam pár Giant-et, igazániból, és pár darab IA-t, Barbárt, és meglett a két darab drill. Majd fogtam a többi Giant-et, szépen berobbantottam a falat, és CC-met leraktam, valamint a Queen-emet. Itt szerintem Barkinget nem is használtam, ugye Jumpspat egyértelmű, hogy hova rakjuk le. Én leraktam a Barkinget mégis. Ja igen, emlékszem, itt elment kamikázéba, amikor igazániból lesse raktam, akkor se lett volna para. Na de mindegy, szóval a Queen-em szépen átugrott a falat, meg is lett a Dark Elixir. Barkingen bekamikázizott, Queenen betergetelte a Town Hall-t, és meglett az összes Dark Elixir, és itt igazániból leendeltem, mert nem volt szükség több csillagra, valamint több nyersanyagra. 2577 Dark Elixir tökéletes. És igazániból ezzel a stratégiával megnyerhetitek mindig az attackot, hogyha mind a két hősöket elhasználjátok, vagy minden összes katonátokat. És itt igazániból bedobott egy inaktív bázis 400.000 lúttal, nem tudtam ott hagyni. Úgyhogy elhoztam azt a kicsinke Dark Elixir-t, amit lehetett tőle rabolni, valamint utána legfőképpen a Gold és Elixir-re koncentráltam, amivel abból volt sok egyértelmű. Szóval igazából nem sikerült mindent elhozni, de nagyjából a 90%-át, lehet, hogy csak vizárok betörnek, ott leszedik a Darkot, Drill-t és egy kicsi Darkot még a storage-ból tudtam hozni. Valamint nem volt Barkingem, a Queen-em pedig itt sétált a szélén, egy picit a Giant-ek fedésébe. Amíg itt sétált, addig nem endeltem le, viszont mikor meghaltak a Giant-ek, gyorsan elnyomtam a képességét és leendeltem, ugye minél több élettel zárja. És 420 és 1300 Dark Elixir. Hát itt bizony nem a Darka mentem, viszont nem tudtam ott hagyni. Viszont tudni kell azt is, hogy ilyen bázisokat hogyan támadjunk meg Gibarcsa. TH10-es bázis, itt igazából egy dologgal szívtam meg, itt emlékeztem, és nagyon fontos figyelni tényleg a drillekre, hanem itt azzal szívtam meg, hogy valamiért földrengésem és hészpellem volt. Tehát nem volt poisonom, és ezért a CC mindent kinyírt, tehát majdnem meghalt mindenem, és majdnem nem lettek a Dark Elixir. Amúgy a single target infernósok ellen nagyon jó a hészpell például,
Tehát itt használhattam volna, de nem tudom, azt hittem, hogy van poison spellem, aztán megnézem a... Megnéztem a seregemet is, kiderült, hogy hoppá, nincsen, úgyhogy beküldtem ezért azt hiszem a barkinget is, mindjárt kiderül. Igen, Queen-em képességet elnyomtam. Nem az egy másik atak, de az is hasonló. És meg lett ugye a Dark Rix, hogy Queen képességgel minél jobban kell várni, hogy ugye minél több dolgot tudjunk vele lerombolni. Szóval... Következő támadás. Szintén Town Hall 10, nagyon-nagyon-nagyon sok loot, de mind a story is van nagyjából. Na igen, itt felejtettem el a drilleket, miközben itt van egy teljesen összélén, egy kis fedésben, és nagyon sok Dark Elixir-rel, tehát itt nem tudom, a maradék Dark Elixir-t is el tudtam volna hozni. Ha! Figyelek egy picit jobban, hát ez a sárkány az instant halál volt. Itt leraktam a hészpelet, mert igazából el akartam használni, Queen-em pedig bement középre, és itt gondoltam, hogy lerakom a barkinget, de gondoltam, úgyse oda menne, és gyorsan elnyomtam a Queen-em képességét, és meg lett a Dark Storage, és le is endeltem, és volt barkingem, és nem vettem észre, hogy hoppá, hogy hol maradt az 1000 Dark Elixir, ugyanis a Town Hall-t is sikerült leszedni, na de mindegy, így jártam. Következő atak... Ugye nagyrészt TL10-eket támadok, majd azt hiszem lesz egy TL9, de az nagyon béna atak van a TL9 ellen, de azért megmutatom természetesen. Szóval egy Dark Drill-t simán be tudtam szedni, és egyértelmű, hogy melyik oldalról támadjunk. És igazán, ha most nem lenne Jump Spell-em, akkor ezt a Dark Rix-t 10 millió %-ig nem tudtam volna elhozni. Illetve a Queen át tudott lőni volna a falon, de biztos, hogy nem arra ment volna, ezért kell a Jump Spell az ilyen falakra például. Nagyrészt fogtam, berobbantottam a wallbreakerekkel, szépen mindenki bement középre, és hát igazából leraktam a jumpspell-t, a giantek mindjárt be is mennek középre, valamint ide még leraktam pár elcsert, hogy a Queen-em biztos ne legyen hülye, de végül picit hülye volt. Na igen, itt raktam le a barkingemet, nem sokára, láthatjátok, hogy elkezdte az érdefenzet lőni, majd elkezdte a Dark Surge-ot lőni, majd, ugye nyomtam a képességet, hogy meglegyen, majd leraktam a barkingemet, és az Archer Queen-em a Archer Tavis-többi, majd gondolkoztam, hogy ez simán lehet két csillag, és nézzétek, egy csomó kicsi egységem van középen, mindjárt láthatjátok a barking képességet elnyomom, és BOOM! Mindenki meghalt, nem baj, jött a Queen segíteni, és végül meg lett a két csillag. 48? Nem, lol, leendeltem. 48%, mindegy, egy csillag megvan, kupát megtartottuk, napi loot bónuszba számít, szóval Mahmud elleni atakot láthattátok. Jól van, Mahmud atak elleni atak után, nézzük ezt. Iván ellen. Na igen, itt is ez majdnem nem lett jó. És annyira nem néztem meg, hogy hogy van ez a bázis, és például ezt az Infernot valahogy teljesen nem láttam. És nem vettem észre túl hamar. Tehát láthatjátok, mennek a giantek középre, Queen-t leraktam, még van egy csomó barbárom, ijászom, és igazából itt hamarabb rakhattam volna ezt a részpelt, valamint a freezepelt most jó lett volna elhasználni. Ugyanis, hát majdnem nem lett meg emiatt, ugyanis a giantek hiába volt részben, majdnem meghaltak, ugye az Archerek barbárokat teljesen kigyilkolta az Inferno. Előjött a CC, a Queen-emnek a CC-vel is kellett foglalkozni, közben az Inferno is lőtte, úgyhogy még egy poison-t rádobtam, mert miért is ne, és el kellett nyomnom a képességét, és végül épp hogy csak képesség alatt sikerült beszedni a Dark Elixir Storage-ot. Valamint itt is észrevettem, hogy hoppá, három Dark Drill-ből egyet sem szereztem meg, ugye kettőt jobb oldalt van, ami elérhetetlen, egy pedig viszonylag elérhető, illetve abból a két elérhetetlenből egy elérhető, de hát nem volt katonám, szóval nem tudtam mit csinálni. Végül 2800 Dark Elixir-re zártam a támadást, ami tökéletes. Igazániból, annak ellenére is, hogy jól elrontottam. Na, már benne vagyok az utolsó három atakba, 50% két csillag. Na igen, ez a TH9 ellen, itt próbáltam kicsillogatni a CC-t, de ki is jött, csak nem vettem észre. Úgyhogy pár darab Giant-el és IS-szal próbáltam leszedni ezt a Dark Drill-t. Le is raktam egy Poison Spell-t a CC-re, de ugye sok életem a Giant-eknek. Az én Giant-eim meg meghaltak, ezért nem sikerült beszednem a Dark Elixir Drill-t. Végül pedig fogtam, többi Giant-et leraktam, CC-t, Hogok, Archer Queen-t, Jump Spell-t, és igazából
Hát mondjuk, hogy egész jó volt, de mindenki meghalt, tehát mindenki elment a szélére, meg stb. Stb. Ezért a Queen nem ott maradt középen, viszont mivel jó nagy szintű és alig lőtte valami, ezért sikerült a Dark Elixir-t megszerezni, de le kellett raktam egy részfeltűn, és a Queen nem mindent lőtt, csak a Dark Elixir-t nem, és nézzétek, beugrott és elkezdte a CC-t lőni. És csak a felelet meg a szorizsnak, és nézem, mondom, úristen Queen, hogy lehetsz ennyire fogyatékos, tehát, hogy innen elkezdte a... ezért lőni a CC-t. Na mindegy, itt igazából azért ide raktam le a Barkingmet, és ide raktam volna meg, egyrészt a Jumpspire-nek vége lett, másrészt pedig biztos, hogy nem arra ment volna a Barkingem, szóval fölösleges lett volna. Jó, utolsó előtti atak, valamint ugye fogok élőben egyet támadni. Nos, ez nem volt nehéz, sima resource ring-szerű bázis, nem resource ring elhelyezésre, ezek olyan érdekesek. Szóval mennek a giantek, wallbreakerekkel a első falakat berobbantottam, ment a jumpspell, giant bomb, boom! Szépen berobbant majdnem egy csomó egységem, illetve egy csomó be is robbant. Barkingem elment kamikázébe, az összes egység elment jobbra, mert ugye körbevezetős bázis, de ott a Queen, aki szépen képesség alatt beszeli a Darkot. És bum, tovább meg lett végül a Dark Elixir. És végül, de nem utolsó sorban nézzük meg az utolsó támadásomat. 2789 Dark Elixir-t raboltam, és 3300 volt az elhozható, és ebből ugye most már figyeltem, és ti is nagyon figyeljetek a Dark Elixir drillekre, ugyanis nagyon-nagyon fontos, mint említettem. Itt ez az a bázis, igazából mindenki azt hiszi, hogy jó bázis, közben a legrosszabb bázis. Az egy dolog, hogy jól néz ki, de hát tök mindegy, hogy hogy néz ki a bázis, az lényeg, hogy jól védjen. Szóval leraktam egy ilyen giantet, pár barbárt, pár ilyeszt, és simában meglett a Dark Elixir mind a két oldalt. Majd eleresztettem a giantjeimet, és mögéjük barbárokat és ilyeszokat helyeztem le. Valamint ugye a wallbreakerrel sikerült nagyon sokáig berobbantanom addig, hogy nem kellett jumpspellt használnom. Leraktam egy healspellt, igazából a healspell még a multitárges infernós bázisokon is jó, amíg ugye még nem a multitarget infernó körében vannak az egységek, vagy például ugye a barbárokat és az éjjelszakat híleljük, és a single target infernó majdnem megette az archerqueenemet, illetve majdnem megölte teljesen. Nos, jajunk el, illetve menjünk el támadni. Oppa, 444 gold, csak 2000 dark, igazából 2500 alá nem adom, ez pedig Ez egy elég egyszerű bázis, de én a kihívást keresem. Támol 9, nope. Szóval szeretnék valami kihívós bázis megtámadni, ez is elég easy igazándiból. Nos, ez már kihívás. Ez már kihívás. Nézzük, van-e a CC-ben valami. Ó, hát persze, hogy van. Oh shit. Tehát nincs mortál, úgyhogy... Oh God! Hoppá, túl sok barbár szoktam le. Még kelleni fog máshova is. Jó, ezek meg lesznek. És igazából fogalmam sincs, mi van a CC-ben. Na nem baj, mehettek giantek, a barbárokat szépen lerakjuk. És jöhetnek az ilyen szok, CC oda. Hog! Ó, jó az. Hát a barking. És ne menjetek el oda, jó van, és egy DC-ben. Nos, most már, hogy nincsen Dark Elixir csak a storage-ban. Queen, mi a francot csinálsz? Most őszintén. Queen. Jézusom. Az év Queen-je. Nem baj, a Dark Elixir meg lett. Istenem. Az a Queen, ott van minden. És erre elkezdi a falat lőni mellette. Istenem. Na várjunk. Most bemész jobbra. És balra megy. Hát ilyen nincs. Hogy lehet ekkora béna a Queen-em, hogy ott a Dark Elixir és elkezdi mellette a falat lőni. Mindegy. Buta volt a Queen-em, ennek ellenére... Meglett a Dark Elixir, mert a Barkinge megszerezte. És 2-2-2-3 Dark Elixir, az a maradék picike is meg lett volna, a Queen nem ilyen béna. És láthatjátok, hogy iszonyatosan keveset kerestem. Tehát konkrétan alig kellett valamennyit keresnem. Mármint, hogy úgy keresnem, hogy
Értitek? Tehát ilyen bázist. Tehát nagyon-nagyon keveset kell nextelgetni igazán, valami nagyon jó. Úgyhogy, hát hogyha farmoltok Dark Elixirt és van queenetek, akkor mindenféleképpen ezt a támadási stratégiát ajánlom. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy tudtam segíteni. Találkozunk a következőben. Sziasztok! Action, tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around.